A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének kórusa is bemutatkozott a népcsoport kulturális estjén, melyen többek között az énekszó mellett meséket hallgathattak az érdeklődők. Zsiko Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke a találkozó kapcsán arról szólt, minden népcsoport számára fontos, hogy időről időre találkozzon és megmutathassa kultúrájának értékeit. Ebben a rohanó világunkban nagyon fontos az, hogy a bukovinai székelyek képviselői, népdalénekesek, mesemondók és egyáltalán az utánpótlás megismerhesse a bukovinai székely kultúrát, és azt gondolom, hogy ez a ma este jó példa arra, hogy hogyan tudjuk ezt a kultúrát, ezeket a hagyományainkat tovább örökíteni. Szegedi Dezsőnének, a szekszárdi szervezet elnökének véleménye szerint a székelység azáltal maradhatott talpon, hogy rendszeresen találkozhatott saját kultúrájának gyökereivel, és évek alatt éltette ezeket. Most már büszkén mondom, hogy hála Istennek talpra álltunk, és boldogulni tudunk, és kell, hogy tudjuk, hogy mi székelyek vagyunk. És ez nagyon fontos nekünk. Én legalábbis az Egyesületen belül ezt fontosnak tartom, hogy mindenki beszéljen róla, a gyerekeinek, az unokáinak, hogy ez ahogy mondják, hogy székely nem születik, de székelység az megmarad azáltal, hogy a mindegyik, hogyha tudjuk, hogy hova tartozunk, ki az unokánk, vagy ki az ősünk. A résztvevők bepillantást nyerhettek a betelepítés és az itt élőkkel való együttülés nehézségeinek történetébe Gáspár Klára írónő műveink keresztül.